A forrázást követően hagyományosan szalmával pörkölték meg a disznót. Ezután orjára szedték, és minden részét felhasználták. A szalonnájából töpörtyűt készítettek. Ugyanúgy zajlik a disznóvágás, mint 50 éve ezelőtt. Ugyanazok a tőtelékek, ugyanazok az ízek, természetes fűszerekkel jár, és ahogy a házigazda szája íze szerint, ahogy parancsolja a böllérnek, az a kötelesség, hogy úgy csinálja meg. A disznóvágáson évek óta részt vesznek a topolyai mezőgazdasági iskola diákjai is. A gyerekek már nagyon várták a disznóvágást, hiszen így új, még nem tapasztalt dolgokat tanulhatnak meg, mondta Lovra Szabolcski Irén, a középiskola szaktanára. Nagyon tetszik nekik, mert látnak is, részt vesznek. Ők is kipróbálják magukat, a fiúknak, hentes fiúknak ez nagyon lényeges. Visekedtek is vele, hogy milyen ügyesek voltak. A technikusaink, azok pedig nagyon érdeklődnek a hagyományos konyhaművészet irán. A rendezvényt 10. alkalommal tartották meg, leginkább a közösség építéséért, a hagyományok fenntartásáért szervezik meg, emelte ki Tomik Nimród, a topolyai gazdakör alelnöke. Abból indulunk ki, hogy az első disznótor 10 évvel ezelőtt, akkor még csak egyet vágtunk le, és az elmúlt 5-6 évben már mindig legalább 3 hízót le kell, hogy vágjunk, és ez javarészt itt a délelőtt folyamán, a reggeli formájában ezt ugye el is fogyasztják, valamint minden este disznótoros bált szoktunk rendezni, ami pedig meg szokott maradni, ezt javarészt jótékony célra szoktuk felajánlani. Ez az elmúlt 5-6 évben így történik, tehát igyekszünk segíteni a rászorulóknak is. A hagyományos disznóvágáson Pásztor István, a VMS elnöke is jelen volt. Az, ami talán egy picikét még inkább ünnepivé teszi, mint az előző években, hogy ebben a felújított épületben került megszervezésre, megrendezésre, sokkal szebbek a körülmények, sokkal rendezettebbek a körülmények. Az, ami pedig az állandóságnak a jele, az a sok ember, a jó hangulat, a kiváló reggeli, a élénk társalgás. A hagyományos disznótor egész nap tartott, a rendezvényt a disznótoros bál zárja.